Ma van 3 éve annak, hogy lángok lobbantak fel a bukaresti kollektív klubban, és az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb tragédiáját okozták. A tűzvészben több tucat fiatal vesztette életét, 150-an súlyosan megsérültek. Azóta 3 év telt el, de az ország továbbra is tehetetlen a súlyos égési sérültek kezelésében. 2015. október 30-án tűzütött ki a bukaresti kollektív klubban, a lángok perceken belül az egész épületet ellepték. Aki tudott, menekült, többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, sokan már a helyszínen elhunytak. Az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb következményekkel járó tragédiájának a mérlege pedig elborzasztó. A tűzvészben 64 fiatal vesztette életét, 148-an súlyos sérülést szenvedtek. A tragédia akkor egyben arra szomorú valóságra is rávilágított, amelyet sokan a hatósági korrupcióval azonosítottak, és amiért országszerte több tízezren vonultak utcára. A tüntetők nyomására mondott le Viktor Ponta kormányfő és Cristian Popescu Piedone Bukarest 4. kerületének polgármestere. 3 évvel a kollektív tragédia után is tehetetlen az ország a súlyos égési sérültek kezelésében. Sorina Pintea egészségügyi miniszter hétfői tájékoztatása szerint továbbra is külföldi segítségre szorulna Románia, ha nagyszámú, súlyos égési sérültet kellene ellátnia, hiszen mindössze 11 ágy áll a páciensek rendelkezésére. A szaktárca vezető persze kitért arra is, hogy Bukarestben fogják létrehozni az első bőrbankot, amely a kolozsvári kórházakat is kiszolgálja majd. A következő szakaszban pedig Jászvásáron, Temesváron és Marosvásárhelyen is létesítenek hasonlókat. De hát mindez még csak az ígéretek szintjén működik. Ami viszont még súlyosabb, hogy korábban 22 év működés után zárt be az egyetlen bőrbank Romániában, és ezt 8 hónapig titkolták a hatóságok. De korán sem rózsás a helyzet a romániai egészségügyi intézményekben sem. Köztudott ugyanis, hogy a tűzvész áldozatai között voltak olyanok is, akik nem az égési sérülések miatt, hanem kórházi, más szóval nozokomiális fertőzés miatt hunytak el. A kórházak pedig egyre több ilyen jellegű fertőzésről tesznek jelentést, a valós számunkat azonban senki nem tudja, de ebbe ne menjünk bele. Ha még ez sem lenne elég, alig ha érthető, hogy a 2015. október végén történtek után hogyan lehet tűzvédelmi engedély nélkül is működtetni szórakozó helyeket. Az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelésség szerint az országban jelenleg működő, a klubok kategóriájába sorolható közel 1200 szórakozó hely közül 280, azaz közel egynegyedük nem rendelkezik tűzvédelmi engedéllyel. De a jogi úton is csigalassúsággal haladnak a dolgok. Az ügyben 1,5 éve indított per, amelyben a klub tulajdonosai mellett Cristian Popescu Piedone, a főváros 4. kerületének polgármestere, a hivatal 4 alkalmazottja, valamint a hatóság több képviselője is vádlottként szerepel, azért akadt el, mert a bíró nyugdíjba vonult. Bár az új bíró hatékonyabbnak tűnt az első tárgyaláson, az áldozatokat és családtagjaikat tömörítő egyesület képviselői attól tartanak, hogy még hosszú hónapok telnek majd el, továbbra is eredmény nélkül.